Sziasztok, Sebastian vagyok, One Trip Fry-nak a megálmodója, és szeretném nektek bemutatni a Volkswagen T4 Westfáliánkat. Na gyertek, mutatom nektek az autót. Hát ahogy látjátok, egy egyedi szekrény van berakva. Ezt amúgy hozzáteszem, hogy a Konkrú csapata csinálta a maga a belső részét. És ez itt a reklám helye. De hogy nem viccen kívül velük együtt dolgozunk, csináltuk ezt az autót. Nyilván itt egy közösen megbeszéltük, hogy hogy fog kinézni majd. Ami igazából fontos volt, hogy életszerűen lehessen használni, amikor bérlik nyilván az illetők, az emberek. A koncepció igazából az volt, ugye, mint hogy a T4 Westfáliák, vagy a T3 Westfáliák, vagy a T1 Westfáliák igazából egy szekrény volt, ahol lehetett ugye akár főzni, ezeket mindjárt be is fogom nektek majd mutatni, hogy hogy lehet itt is főzni, meg akár kint is főzni, de hogy lenne egy mosogató, lenne egy tárolórekesz, mint ahogy itt is látható. Nyilván azóta ugye azért eltelt egy kis idő, úgyhogy azért egy kis újdonságokat azért rakosgattunk bele az autóba, mint itt egy szivargyújtó, USB voltmérő. Ugye ezekben nem feltétlenül volt a régi autókban, ilyen T3-asokban már mondjuk az is volt, 220, szivattyú innen a kapcsolódát, úgy is fogom mutatni. Meg ugye ami a legizgalmasabb, igazából a tető része, de azért ennyire ne haladjunk előre, és akkor bemutatom nektek ugye, hogy hátulról, hogy nézünk ki. Mi szempont volt, hogy minél jobban kinyíljon ugye a hátul a csomagtartó, pont azért, hogy ne verjük be a fejünket. Nagyjából így ránéztek, relatív hagyományos, de mégis valami különleges van benne. Nyilván itt van alul a gépészet, ide került a hűtő is, ide került egy külső asztal, de ezt is meg fogom azt is mutatni. Sima, egyszerű, kompresszoros hűtő, egy kiúszható asztallal. Lehet pakolászni, lehet főzőskézni, amit ugye előbb is beszéltünk bentről, vagy meséltem bent, hogy ott is lehet főzni, akár itt is lehet főzni, itt is lehet enni, inni. Itt egy csatlakozója a vízrendszernek, ugye van bent egy 50 literes víztartály, vele lehet esetleg zuhanyozni. Hozzá kis tartó, kis tükörestlek, ha meg szeretnéd magad nézni, hogy jól nézek ki. Hány istenek, jól nézek ki. Ebben igazából csak az ágyneműk vannak, ugye próbáltunk egy olyat kitalálni, hogy ne összeviszelek az ágyneműk, úgyhogy így ez lett a megoldás, hogy akkor mint egy kis csomag, innen ki lehet pakolász, és meg lehet majd ágyazni. Ezt már látom, nem én fogom megmutatni. Kis izgalmak még, kis lámpák esetleg, hogy a szúnyogokat tudjuk csábítani hozzánk, hogyha este kis főzőskezés mellett, és igazából ez a hátsó része. Esetleg logónkat, akkor itt meglátod a One Trip Fry, ugye mi, ők vagyunk mi, és itt van a Konkrú csapat, aki ugye csinálta maga az autónak az átalakítását. Akkor megmutatom igazából a legizgalmasabb részét az autónak, az meg maga a tető része. Ugye ezért ritka ez az autó, mert ugye már olyan T4 Westfáliákat ugye gyártanak, de hát szinte bérelni szinte lehetetlen, mert ugye aki ezeket megveszi, azt magának veszi meg nem bérlés lehetőségre. Meg is mutatom, hogy hogy működik. Hogy lehet a három, akár kettő férőhelyből, vagy alvóhelyből, bocsánat, javítok, férőhelyből csinálni ötöt. És tadám, és megvan a felső hely. Kamerával lehet, hogy kicsit nehezebb lesz majd ide bekukkantani, de szerintem, hogyha innen betámadunk, és igazából itt van egy 115x200-as ágy pluszban. Rengetegszor voltunk ezzel is, meg nekünk amúgy személy szerint nekünk is egy Westfáliánk van, csak nekünk egy régebbi Westfáliánk van, egy T3-as Westfáliánk van. Egy pár műszaki adat az autóról, hogy ez egy 2.4-es szívó motor van benne. Nem a legerősebb, viszont az egyik legmegbízhatóbb, mert nincs ami elromoljon benne, hál' Istennek. Ezért is a bérlést is úgy lehet nálunk csinálni, hogy megszabunk effektíven szabályokat. Most így hülyén hangzik, hogy szabályok, de egy szabályokat azért kötünk meg igazából az autónak, mert nem egy mai autó, egy 92-es évjáratú, és azért, hogy sokkal tovább tartós legyen az autó, ezért sajnos ilyen óvintézkedéseket kellett belekötnünk ki maga a szerződésbe,
az pedig az, hogy mondjuk 90-nél gyorsabban nagyon nem lehet vele menni. Mi rengetegszer mentünk a T3-assal is, ezzel is mentünk természetesen, ez tesztelve volt. A 90 az az a sebesség, ami egy kicsit kamionos sebesség, viszont én úgy gondolom, hogy ennek ugye az a élvezet ezeknek az autóknak, hogy nem sietsz, nem rohansz, hanem kényelmesen mész, és élvezed az utazást és a nyaralásodat. Amiért fontos, vagy amiért ezt csinálják igazából, hogy lehetőséget adjunk olyan embereknek is, aki mondjuk nem tudja bérelni a luxus kategóriát, azért mi próbáltunk egy olyan irányt venni, hogy igazából majdnem mindenkinek elérhetővé tegyünk egy akár egy ilyen bérlést. Főleg az, hogy különleges bérlés. Nekem sajnos nem volt gyerekkoromban lehetőségem, hogy ilyesmiben családdal elmenjünk nyaralni, viszont ami nekem nyilván van egy két és fél éves fiunk, és neki ezt a lehetőséget szeretném megadni, és másoknak is, mert szerintem is nagyon izgalmas, hogy vesz fel a tető nyitatot, mindenki ugye látja az interneten, hogy T1, T2, T3, nyilván a T4 most kezdik abba a korszakba kerülni, hogy már kezd effektíven értéke lenni, főleg egy ugye mindig hangsúlyozom a Westfalia, igen, mert a Westfalia ez egy, mondtam, hogy prémium, csak ez nyilván nem tudom, milyen árut vagy autót értékesítek, de amúgy effektíven tényleg egy ilyen felső kategória, vagy egy különlegesebb kategória, lehet, hogy inkább így fogalmaznék, és tök jó, hogy az embereknek van lehetőségük ezt kipróbálni. Amúgy voltak olyan bérlőink, akik egy 4 tagú család ment el, iszonyat jó fotókat kaptunk róla, amúgy arról posztoltunk is róluk, mert tetszett, mert ő pont az, amit szeretnénk, hogy ezt az élményt igazából átéljék az emberek, hogy tényleg, fent a gyerekek, lent a szülők, és akkor itt kukucskálnak, innen néznek, onnan néznek, ugyanaz, amit mi is szeretünk csinálni. És ez nem a megjátszás, hanem igazából tényleg, hogy ezt átérezzük. És ezért is próbáljuk effektíven a sebességet és egy kicsit ezzel lekorlátozni, hogy az emberek együtt legyenek, és hogy együtt élvezhessék effektíven ezeket az időket. Szerencsére ugye nem csak a nyára gondolunk, hanem kicsit az ősze, meg így a tavaszi időszakokra is. Pont ezért van benne ugye állófűtés is, amúgy itt jön ki pont a beépített, utólagosan beépített állófűtés, ott a vezérlője. Nyilván, hogyha itt is ide, és nagyon sötétnek érzed, akkor egy kattintás. Itt is tudsz a belső világítás. Most nem tudom, mennyire így nappal, mennyire jön át. Este gyakorlatilag teljesen bevilágítja az egész autót, tehát hogy nem kell félni, hogy itt a sötétben elvesznél. Na meg ugye, ami izgalmas, ugye beszéltünk itt az ágyról, ugye, hogy ugye most ez itt látjátok szerintem a felvétel, hogy elég szűkös, ha lehet így mondani, viszont amikor nem ágyként funkcionál ez a része, igazából egy kisebb mozdulattal ezt megfogod, felhajtod, és akkor van egy nagyobb tered, és akkor igazából ki tudsz egyenesedni, tudsz főzőcskézni, itt ahogy mit beszéltünk is. Ugye maga a főző az meg csak egy sima, egyszerű, hagyományos gázfőző, aki nem ismeri, szívesen be is mutatom. Nem egy nagy vasszizdasz, egy sima egyszerű kempingfőző. Egyszerű és nagyszerű a használata, pont azért szeretjük mi is, meg általában a bérlőink is, hogy nem kell vele sokat pacakolni. Uff, ez meg egy cipőtartó, szerintem tök ötlet volt. Ami a konkrúdizét találtak ki ezt is, hogy így egy ilyen cipőtartó itt legyen, hát szerintem ők nem erre célra találták ki, viszont ennek szerintem tök fasza. Mutatjuk a belsejét, mik vannak itt még. Sok kis finomság van. Hát mondjuk azt hiszem, itt az ízék közepén nem fogunk semmi áramot találni. Szóval mindegyik ugye be van pakolászva a kis dobozocskába, rendezve. Ebben például pont a mosogatószer van, szappan van. Ami nagyon fontos, hogy mi csak olyan szappant és olyan mosogatószert használunk, ami teljesen, de teljesen környezetbarát. Ez azt jelenti igazából, hogy ezt kijöntetnénk akár ide is, mert nem bántjuk vele a természetet. Attól függetlenül sokan ugye kempingbe állnak be vele, mi arra készülünk, hogy ugye vadkempingeznek, ezt ugye szoktuk is reklámozni, mert én azt gondolom, hogy ez egyik legjobb élmény, ha lehet így mondani. Nyilván valaki óckodik tőle, főleg ha először bérel amúgy autót, vagy lakóautót,
akkor átlába szoktuk is mondani, legalább egy-két napot inkább kempingbe. Aztán ha bátrabb, akkor meg nyilván menjen ki a természetbe, élvezze, de nyilván csak oda, ahova szabad. Jó, na nézzünk meg, mi van benne, kis ajándék. De ahogy is evőeszközök vannak benne, meg ezért poharak, azaz ezek bögrék, de mintha nem is vendéglátoztam volna soha. Jó. Azért, hogy a meleg lábos ne égesse ki, ezért a üres meleg lábas tányér, tehát csak azért, hogy evőeszköz nélkül tudjunk kézzel enni. De igazából, ha úgy nézzük, igazából nagyjából ennyi a koncepció. Tehát, hogy eddig tartott ez, körülbelül legyen egy perc, és kényelmesen ki lehet pakolászni, ki lehet ülni. Nyilván most sajnos kicsit ilyen esőre áll az idő, de amúgy, ha meg esőre áll az idő, ezt majdnem ugyanúgy bent is meg lehet csinálni. Nyilván nem így asztallal teljesen kényelmesen, de hogy amúgy el lehet férni, azt gondolom. És hogy bemutattuk a felső ágynak a dolgait, most megmutatom a lenti ágyat, igazából az még egyszerűbb. Van itt egy kis kallantyúka, itt oldalt, megnyomjuk, vagy magunk felé húzzuk. Ezt magunk felé húzzuk, bocsánat, a biztonságokat kikapcsolom. Van itt tent egy kardantyúk, ezt elhúzzuk szinte majdnem koponásig, és lerakjuk. Van egy kis rés, akkor visszatoljuk, és kész a lenti ágy. És itt is akár kettő, akár három, mi mondjuk hárma szoktunk itt aludni a gyerkőccel, itt azért kényelmesen elférünk. Első körben szeretném megköszönni Zero Pixelnek, hogy megtisztelt ezzel a felvétellel, és tudom, a videón sokat viccelődünk, tehát a viccet félretéve igazából mondhatnám, hogy ez egy komoly vállalkozás, nyilván ez egy effektíven, nem azt mondom, hogy egyszemélyes, mert nyilván van egy feleségem, aki rengeteg, de rengeteg háttérmunkát végez, és neki is nagyon sokat köszönhetek, hogy itt tartok, ahol most tartok, meg a barátaimnak is. Még egy embert azért szeretnék kiemelni, remélem többek nem fognak megsértődni, de Bengő Pétert szeretném még kiemelni, mert ő nekem effektíven, ő is egy gyerekkori barátom, de ő a mindenes, ha lehet így mondani, és bármikor bármi volt, ő rám mindig tudtam számítani, úgyhogy neki is szeretném megköszönni. Ha valaki szeretne bérelni Facebookon, Instagramon, van saját honlapunk is, a onetripfry.hu, megtalál minket, még akár most is idén még tudtok autót bérelni, mert még így augusztus vége és szeptemberben még vannak szabad helyeink, úgyhogy kerestek bátran és gyertek! Sajnos pár héttel később került ki a videó a tervezetnél, de még nyugodtan keressétek Szabóékat, hát ha még akár az évben is sikerül szabad időpontot találni. Idén nekünk már nem lesz időnk kipróbálni, de jövőre mindenképpen mutatjuk nektek, milyen is kibérelni és elmenni egy ilyen autóval egy felejthetetlen túrára. Fontos azt is megemlíteni, hogy ez nem egy fizetett együttműködés, Szabó gyerekkori barátunk, és tudunk azonosulni azzal, amit a vállalkozása képvisel. Keressétek őket bátran, linkeket a leírásban hagyjuk.